Tisztelettel köszöntöm, polgármester úr, lassan vége lesz ennek az évnek, hogyan és miként értékelni ezt az időszakot. 2022-es év mind politikailag, mind gazdaságilag egy nagyon nehéz év volt. Amelyet úgy gondolok, és mások is szokták emlegetni, hogy sikeresen vettük az akadályokat. Ugye még év elején a képviselőtestület arra gondolt, hogy egy egymilliárd forintos hitelt venne föl a város, hogy további fejlesztéseket tudjunk véghez vinni. Így a, a második fél évben pedig úgy döntöttünk, hogy nem vesszük föl a hitelt, hiszen egy olyan gazdasági stabilitást tudtunk létrehozni az idei évben, ami miatt nem gondoltuk, hogy a jelenlegi Országos gazdasági helyzet idején hitelt kellene fölvennünk, ezért egy kisebb átcsoportosítása és további pluszadó bevételeknek köszönhetően. El tudtuk azt érni, hogy egy stabil gazdasági helyzet alakuljon ki Sziget-Szent Miklóson, mindezek mellett pedig a fejlesztések tovább tudjanak működni. Már most látjuk 2023 kihívásait, aminek állunk elébe, és önkormányzati szinten is és hivatali szinten is azon dolgozunk, hogy a 2023-as évben legalábbis Sziget-Szent Miklóson ne érezze a gazdasági válságot a városunknak a lakossága. Ez azt jelenti, hogy olyan fejlesztéseket fogunk befejezni, amelyet például kormányzati szereplők megszüntettek, de itt van például a posta bezárás ügye is, ahol kértem a parlamenti képviselőnknek a segítségét is, illetve már az államtitkár úrral is tárgyaltam erről, és ebben a pillanatban érkezett egyébként a Magyar Posta vezetésétől is egy levél. Még ebben a hónapban tárgyalunk, hogy milyen módon tudnánk újra nyitni azt a postát, amelyet több mint tízezer sziget -Szent Miklósi lakos látogatja és használja. Úgy gondolom, hogy az életnek nem szabad megállnia, Természetesen lesznek nehézségek, mint ahogy az elmúlt pár évben is volt, kezdődve a COVID-dal, utána az olajszennyeződés, majd a háború okozta gazdasági válság, de azért vagyunk mi városvezetők, hogy ezekre mindig találjunk valamilyen megoldást, és mindezt úgy, hogy ne érezzék a, a városlakók azt, hogy, hogy megszorítás elé kell néznünk, hanem ők azt érezzék, hogy egy stabil helyzetben van az a település, ahol ők laknak. A legnagyobb probléma a mai napig a közlekedés, itt Sziget Szent Miklóson is mint más fővárosi agglomerációs településen is. Mi ezen is dolgozni fogunk a jövő évben, hiszen magántőke bevonásával a gerincutat fogjuk szélesíteni, illetve szeretnénk minél előbb befejezni majd az államilag megállított félkész M0 gerincút csomópontot, ezáltal a közlekedést is tudjuk javítani majd a térségünkben, ami nem csak a Sziget-Szent Miklósiaknak fontos, hanem Csepel-sziget lakóinak, tehát itt egy 60-80 ezer ember problémájának a megoldásán is dolgozunk. A továbbiakban mi úgy gondoljuk, szerencsére az eddigi tárgyalásoknak, és még folyamatban van még több beruházóval tárgyalás. A jövő évben mi a, a szennyvíztelep bővítését el tudjuk kezdeni, hiszen már csak másfél milliárd forint szükséges ahhoz, hogy az első ütemet véghez tudjuk vinni, de ha ez működik, akkor egy olyan gazdaság serkentő programmal tudunk előállni, ami Magyarországon igen ritka, ezáltal sziget Miklós nem csak a városlakó jobb létéhez tud hozzájárulni, hanem Magyarország gazdasági helyzetének a javulásához is. Ezek csodálatos tervek, és egy kicsit még azért térjünk vissza ehhez az évhez, hiszen rengeteg minden történt, rengeteg fejlesztés, és ha már az utakat említette, akkor bizony ebben a tekintetben is például volt kerékpárút átadás is. Volt átadás is, illetve jelenleg is folyamatban van egy teljesen új kerékpárút építés, aminek a későbbi hozamánya az lesz majd, hogy helyben a lakók nem csak bevásárolni, hanem dolgozni is tudnak majd kerékpárral menni, tehát a kerékpáros közlekedést próbáljuk javítani, fejleszteni, biztonságosabbá tenni sziget -Szent Miklóson, és azért az eddigi visszajelzések alapján, lakossági visszajelzések alapján további kerékpárutakra lesz szükség a településünkön. Jelen pillanatban már Csepellel, Szigethalommal, Halásztelekkel össze vagyunk kötve kerékpárúthálózat, Tal. Viszont volt egy térségi megbeszélésünk is, ahol arról volt szó és egyeztetés, hogy milyen módon tudnánk teljes Csepelszigetet bevonni abba, hogy kerékpárosan meg tudjuk egymást közelíteni. Ennek nem csak kényelmi vagy egészségügyi fontossága van, hanem turizmus. És rendkívül fontos, hiszen van egy gyönyörű szép kisdunapartunk, aminek a lehetőségeit még nem igazán tudták ezek a települések kihasználni, ezért a, a turisztikai fejlesztésbe is bele fogunk lépni, hiszen előbb-utóbb vége lesz ennek a gazdasági helyzetnek, és akkor tudjunk minél több mindent biztosítani azoknak, akik ide látogatnak Szigetszen Miklósra vagy Szigetszen Miklós környékére. Közeledünk az év vége felé a karácsony, a szilveszter, mind, mind az emberek számára fontos esemény. Városi szinten mire számíthatnak a lakók? Csak úgy, mint eddig, ugye nekünk az első adventi vasárnap van a legnagyobb városi rendezvényünk. Ez megtörtént már az idei évben. Rengetegen kilátogattak, a Szent Erzsébet tér tele volt. Ami meglepő volt, hogy napközben is rengetegen eljöttek, kicsiktől nagyokig különböző problémák Programokkal kedveskedtünk, illetve egy kiállítást is megnyitottunk Advent első vasárnapján. Szerettük volna megköszönni mindazoknak, akik a közért dolgoztak az elmúlt három évben, gondolok itt a, a COVID-tól kezdve a rossz gazdasági helyzetre, egészségügyi dolgozók, rendvédelmi dolgozók, hivatali dolgozók és különböző önkormányzati cégek dolgozói, tehát a takarítónőtől kezdve. Az ügyvezető igazgatóig mindenkit szeretettel várunk december 15-én egy nagyszabású rendezvényen, amely nem jelenti azt, hogy, hogy szórnánk a pénzt de úgy gondoltuk, hogy illik megköszönni mindenkinek az elmúlt három éves munkáját, hiszen a Covid miatt kicsit visszább kellett venni az embernek az életéből, nem nagyon mozdulhatott ki otthonról, mi így fogjuk nekik megköszönni, természetesen a pedagógusokat is meghívtuk erre a, a rendezvényre, hiszen úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli azt, hogy egy kicsit ki tudjon kapcsolódni. Lesz előadó is, és utána táncos zenés rendezvény is. Lesz. Ez egy zárt körű rendezvény, de így tudjuk megköszönni mindazt a munkát, amit értünk tettek. A jövő évvel kapcsolatban pedig úgy döntöttünk, és a december 1-i ülésre már mennek be ezzel kapcsolatos előterjesztések, hogy, hogy mivel ugye mindennek megdrágult az ára, gondoljunk bele, hogy egy kilogramm kenyérnek milyen ára lett manapság, ezért én arra kértem az intézmény vezetőket, tehát itt a, az óvoda bölcsödétől kezdve mindenkit bele kell gondolni, aki önkormányzathoz tartozik, hogy egy 20%-os béremeléssel kalkuláljanak a jövő éves költségvetési tervükbe, én elkezdtem egyeztetni a képviselőkkel, és elmondtam nekik, hogy az infláció miatt szerintem nekünk kutya kötelességünk azokon ilyen módon segíteni, akiknek ugye a fizetésük nem emelkedik olyan módon, mint azoknak, akik nem a közférában dolgoznak, nem közalkalmazottak, és továbbra is kitartunk a pedagógusok mellett múlt héten voltam tárgyalni az óvodai strike bizottság tagjaival, akiknek ezt a jó hírt említettem, és tényleg arra kértem mindenkit, hogy támogassa ezt a kezdeményezést itt Szigetszen Miklóson. Ha mi a pedagógusoknak nem tudunk segíteni, hiszen ők a tankerülethez tartoznak, mi legalább önkormányzati szinten segítsük ezeknek a dolgozóknak a, a, a bér növekedését.